Minden évben az adventi készülődés jegyében a budakalászi nevelési és oktatási intézmények is műsort adnak a városi gyertyagyújtásokon. Idén a koronavírus járvány adventi időszakra várható tetőzése miatt rengeteg program elmarad, így hagyományos formában nem tudják megtartani az ünnepségeket. Bár a vírus átrendezi a készülődést, ennek ellenére a kalássuli diákjai kicsit más keretek között, de készülnek ünnepi műsorral. Hát mindenféleképpen avval kezdeném, hogy készülünk adventre. Ahogy föl is vezetted, ugye nekünk itt a vírushelyzetben nagyon fontos szempontunk, hogy a gyermekek lelkével is foglalkozzunk. És úgy hiszem, hogy ha a hagyományunkhoz szerint éljük meg iskolai mindennapjainkat, azért ezt a felfordulást, ami most a vírushelyzet okán van, ez a gyerekekben ezt tompítja, így aztán a lelkük egy picit nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, úgyhogy én azt hiszem, hogy azzal segíthetünk a diákjaink lelki világán, hogyha a hagyományaink szerint haladunk a tanévrendje szerint, úgyhogy lesz adventi műsorunk. Eredetileg a faluház kért meg, hogy most az első adventi hétvégét a mi produkciónk, a mi műsorunk hangozzék el. Úgy is volt, hogy ez megtörténhet, de aztán ahogy a vírushelyzet fokozódott, a faluház vezetése úgy döntött, hogy ezt ne csináljuk, mert esetleg kockázatot jelenthet a vírus terjedés szempontjából. De mivel mi osztálykeretek szerint az iskolában úgyis együtt vagyunk, így az osztályunkkal ezt felvesszük, ezt a műsort, és digitálisan az osztályoknak le fogjuk játszani, így is készülve az adventre, és hát a lelkünket felkészíteni a karácsony ünnepére. Az előadást digitális formában fogják rögzíteni, amit ezáltal széles körben eljuttathatnak mindenkihez. A gyerekek nagyon lelkesen készülnek, és várják az ünnepeket mindazok ellenére is, hogy idén nem tudnak fellépni műsorukkal a faluházban. Én azt gondolom, hogy akit közvetlenül érintett a műsorban mindenféleképpen már, nyüzsög és pezseg e tekintetben, van osztályunk, akit ez még nem mozgat meg, ahol többen hiányoznak, sokan hiányoznak, ott sokkal, vagy köhög valaki, vagy belázasodik, akkor sokkal inkább a vírus, ami a témát meghatározza. Mi fölvesszük az anyagot, tehát az iskola közösségen belül ez mindenféleképpen nézhető és nézendő lesz. Nem tudom, hogy aztán később mi lesz a sorsa, hogy esetleg egy nagyobb közösség is láthatja-e. Az ezt megelőző években a Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület adventi tracs partiján szerepeltek a kalássuli második osztályos tanulói. A 2A és 2C németes csoportja közös énekléssel, tánccal ünnepelhette az első gyertyagyújtást a faluház színpadán. A diákok akkor is lelkesen készültek, hatalmas tapssal jutalmazta őket a közönség. Én azt gondolom, hogy az élet nem állt meg, hogyha ezt egy kis diáknál érzékeljük, hogy át tud szellemülni, és az élet nyugodt medrében egy szép verssel, dallal jókedvűen készülni tud, akkor azt nyugodtan mondhatom, hogy ez ránk felnőttekre is ránk kivetül és ránk vetítődik. A karácsonyvárás időszakában az elmúlt években decemberben minden héten összegyűlt a kalássuli közössége, hogy együtt karácsonyi dalokat énekeljenek, és meggyújtsák a kalássuli adventi koszorúján a gyertyát, szép és megható pillanatokat szerezve ezzel a diákoknak és a pedagógusoknak egyaránt. Ezek idén mind a diákoknak, mind a tanároknak hiányozni fognak, de bíznak benne, hogy jövőre ismét megrendezhetik a szokásos ünnepségeket közösségben. A zene immunizál, így fogalmazott Sebestyén Márta, amivel az egyik híres zeneszerző szavait idézte. Ezzel azt szeretné üzenni, hogy habár fellépések és utazások nem lehetnek, a baráti összejövetelek pedig elmaradnak, de otthonában bárki dalra fakadhat családtagjaival, ami nem csak a léleknek, hanem az emberi szervezetnek is jót tesz minden szempontból. Jövő héten szombaton, advent első vasárnapja előtti nap tartott volna koncertet Andrejszky Judit és Sebestyén Márta a budakalászi Kóskároly művelődési házban. Habár a faluház még nem mondta le a koncertet, a fellépők számára egyértelművé vált, hogy a rendezvény stop miatt nem muzsikálhatnak nagy közönség előtt. Mostanában ugye az szokott lenni alternatívaként, hogy vagy előre felveszik és aztán leadják a koncertet, vagy
élőben felveszik, és akkor élőben közvetítik, vagy aztán később adják le. Tehát tulajdonképpen nagyon jó lenne, hogyha át lehetne állni ezekre a felvételekre. Pont amúgy ma este lesz a Hét Torony Fesztivál, amit szintén így felvettek előre, és most leszünk ma este Mártival a tévében, meg holnap lesz a gálája ennek a Hét Torony Fesztiválnak, úgyhogy valamilyen formában mégiscsak létezünk, de hát ez ahhoz képest, amennyi koncertünk lett volna, vagy lenne, ez nagyon kevés. Hegyelföldön nyarogatók vala, virágecskát szeregetek vala. Olyan borzasztó, ez 45. pálya éven van. Hát ilyenkor kéne a legtöbb szép koncertet csinálni, meg lemezt csinálni, és ehhez képest semmi. Tehát minden, amit tavasszal ilyen hirtelen lemondtak, többek között egy budakalászi koncertet is, március 24-én, na azt most megint lemondták novemberben, tehát úgy látszik, én nem tudok elmenni már az idén budakalászra. Se. Nem, hogy messzebbre, mert ezeket nem bizonytalan időre halasztják, és mire megtarthatták, addigra megint bejön. Tehát ez, szerintem ez vagy csak ilyen szkeptikusan, nyugalommal, vagy nem viccesen, de valamilyen formán derűsen beletörődve kell felfogni, és bízni abba, hogy na jó, hát azért egyszer még majd muzsikálunk. Az első budakalászi koncert ebben az évben márciusban lett volna, hasonlóképpen a tavalyi évhez. A két népszerű énekesnő nem csak a művészi pályán kell, hogy helytálljon, családanyaként gyermekeikről is meséltek. 24-én ezt annyira tudom, mert 25-én Bartók születésnapján van az én első szülött fiam születésnapja is, aki akkor még Indonéziában volt, mint ösztöndíjas diák. És akkor az volt a terv, mivel imádja ugye a Kalákkal együttes, tehát rajtuk nőtt fel, hogy a Kalákával közös koncerten Judittal, kvázi egy ilyen a távoli Indonéziában diákoskodó gyereket is köszönteni ezekkel a kedvenc számaival. Azt hiszem az is volt az alcíme, hogy álmos köszöntő, vagy valami ilyesmi. Hát annyira várta ez a gyerek, és olyan boldog volt, és olyan büszke is volt, hogy na hát most a Grillus Daniék most neki játszanak. Hát azért ugye a gimnazisták azért tanulnak, mert ugye online órák azért vannak. Tulajdonképpen élvezzük egymás társaságát, az mindenképpen fontos, és tényleg a panga buzdítására szoktunk így közösen zenélni, vagy duettezünk a pankával, és akkor, tehát ő rendszeresen rak föl a saját csatornájára újabb és újabb videókat. Én azért nem is tudom, tehát hogy nem az, hogy szemérmesebb, de valami miatt nekem ez még nem a kenyerem, hogy minden nap, vagy három naponta valamit feltegyek, pedig látom, hogy sokszor kollégák csinálják, és ez jó dolog, meg sokat adhat azoknak az embereknek, barátoknak, akik szeretik a művészetemet. Azért tulajdonképpen az aktív zenélés, tehát hogy volt egy kis időszak, ugye a nyár vége, szeptember, meg talán október elején is volt néhány koncertem, és azért hát azért nagyon-nagyon klassz volt zenélni újra együtt a kollégákkal. Belevágtam a fejszémet egy kortárs zenei produkcióba, ott csembalóztam a Café Kortárs Zenei Fesztivál keretében, és tulajdonképpen azért is vállaltam el, mert annyira nem volt más fajta koncert, tehát annyira hiába voltak lekötve fellépések, de mégiscsak a szervezők lemondták ezeket, mert nem merték bevállalni, nem mertek úgy nekiindulni egy fesztiválnak, hogy nem lesz közönségük. És gondoltam, hogy hát most, ha ez van, hogy most kortárzenét kell játszani, hát akkor kortárzenét fogok játszani. Hát rettenetesen sokat gyakoroltam, de hát, szóval ez a gyakorlások, azok nem hiába való gyakorlások. Jó, hogy nem azt gyakoroltam, amit nagyon szeretek, hanem érdekes kirándulás volt, de olyan emberekkel ismerkedtem meg, akik nagyon érdemesek az együttzenélésre, és
tulajdonképpen nem bántam meg, hogy elvállaltam. Tényleg, tényleg a gyerekek azért már megőrültek a sok csembaló gyakorlástól, hogy beültem a nappaliba, és akkor így menekültek. Anya, legalább csak addig hagyd abba, még eszünk. Úgyhogy így kapcsolódott a családhoz. Nálunk ugye kisgyerek már nincs. Nagy gyerek van, kettő, aki gyereknek elég nagy, mert hát ugye felnőtt korú fiatalok, akik ugyanakkor még nem bírnak önálló egzisztenciával. Úgyhogy van egy ifjú pár, egyik fiam az már nős, és nagyon cuki kis menyen van, tehát itt vagyunk, de egy kis fészekbe tyúkanyóval, és a legfőbb tyúkanyó persze az anyukám, aki legalább mindnyájunkra így gondot visel, vagy legalábbis hát ő ezt megszokta, hogy ezt mindig ő végzi, és ehhez továbbra is ragaszkodik az érzéshez, hogy rá szükség van, és ez így is van egyébként. Nyilván, ami ilyen háztól elmenős, bevásárlós dolog, azt nem is engedjük neki, mert kora miatt is ő abszolút veszélyeztetett, tehát 86 évesen neki maximálisan kell vigyázni, és mi is óvjuk őt, hogy bármit hazakurcoljunk, vagy hogy őt elengedjük olyan helyzetbe, ami veszélyes lehet. Úgyhogy hát nagyon megfontoltan és meggondoltan kell itt létezni. Akinek kisgyereke van, azt most nem tudom elképzelni, hogy ilyen szigorú tiltások mellett, hogy lehet egy mozgékony egy vagy pláne több gyerekkel úgy létezni, hogy nem lehet bármikor bármit csinálni és kirándulni, és nem lehet találkozni a barátaikkal és az unokatesókkal. Tehát egy kicsinek nehéz azt megmagyarázni, hogy mit miért nem lehet most. Úgyhogy itt nálunk már ilyen probléma nincs, de hát azért mi is szerettünk volna családi programokat tervezni, és most még nem is tudom a karácsony is, hogy lesz, hát valószínűleg itt kis fészkünkben összebújunk, és az még egyelőre nem tilos. Csincsácskékba, csincsálgatám vala, s bokritákba kötögetem vala. Sávíragja száll a búcs fájámra, sászillatja száll a búcs szívámra. Szálljon, szálljon, csak megvigasztaljon. Én is azt veszem észre, hogy az emberek most kezdik igazán felfogni, hogy mi mindent veszítenek azáltal, ami azelőtt olyan természetes volt, hogy mindig minden van. Hát pláne itt Pesten olyan kulturális túlkínálat van, ezerféle színház, jobbnál jobbak, koncertek, mindenféle dömping van. Most még az van, hogy hiába van meg a jegyed, apukám, nem mehetsz oda. A kis szerencséd van, akkor valamilyen formába közvetítik, de a saját lakásodba pucorogsz és nézed a kütyüdet. Azt tudom, hogy a decemberi naptárunk eléggé tele van, de ha most előre nézek, akkor vele sem erre gondolni, hogy ezek esetleg elmaradnak. De lehet, hogy azt nem értem, hogy ha lehetett tudni ezt, hogy most második hullám lesz, és tényleg, jó, persze, hittük is, meg nem is, de hogy nem készült fel minden művelődési ház, vagy koncertszervező, hogy ezek az online koncertekre rájának, azért az csodálkozom, de lehet, hogy ez annyira nem értek én a technikához, úgyhogy lehet, hogy ez valami bűdületes nagy dolgot tesz ki. Abban reménykedtünk egyébként, ezt nem tudom, miért nem lehet technikailag ilyen nehéz dolog ez, hogy valamiféle streameléssel, mert erről azért hallott az ember, hogy nagyon sok helyen ezt meg tudják oldani. Egy MÜPA, egy zeneakadémia, ott nyilván megvan erre a stáb. Ez tényleg ilyen bonyolult? Tehát ha például tévéből egy 2-3 ember kamerával, lámpákkal oda megy, és nem tudom, megteremti ezt a műszaki helyzetet, akkor ez nem olyan egyszerű dolog? Már úgy egy adventi koncertet, meg amik decemberben lennének, nem tud megtartani áprilisba. Szóval vannak olyan szezonális és annyira konkrét időpontra vagy helyzetre kitalált műsorok, amiket nem lehet pótolni. Annak akkor a bája és az egész oka fogyottá válik, hogy úgy mondjam. Valamit muzsikálni persze lehet, csak nem egy adventi koncertet.
Úgyhogy én nem tudom, mit lehet csinálni. Van, aki ilyen műszaki zseni, az segítsen esetleg a műfáznak, hogyha volna rá indítatás, csak nincs meg a technikai felkészültség. A kutyái ez az év, így fogalmazott Sebestyén Márta, amikor visszatekintett a lemondott koncertekre. Ugyanakkor biztos benne, hogy számos új dolgot lehet tanulni a mostani élethelyzetből. Facsaró szívvel reménykedünk abban, hogy valamennyi koncertet meg lehet menteni, tette hozzá. De például az életmű koncertemet, ami ugye az idéni húsvét vasárnap lett volna, tavaszi fesztivál, meg télen, meg nem tudom mikor, most várjuk meg a következő tavaszt. Tehát nem tudom, hogy az milyen lenne, de az idén húsvét vasárnap, ez a gyönyörű, szép tervezett műsor, pánk így elmaradt. De meg minden busz megállóban ott voltam ilyen óriás plakátban, és a kollégáim is annyira várták ezt a lehetőséget, és tehát nagyon nehéz folyamat ez, hogy valamennyire ezt elengedni tudni, hogy jó, hát most akár rágörcsölök, ha szomorú vagyok, ha sírok, ha hisztizek, bármit csinálok, ez van. Tehát, hogy mint hogy a repülőjáratok sem ennek, hogy egy határ hirtelen lezár. Nálunk például itt rekedt a kárpátai nagyi, tehát a mennyemnek a nagymamája eljött egy hétvégére, és közben zárt le a határ. 3 hónapig itt tartózkodott Piroska néni, mert nem tudott hazamenni, és itt sírdogált, hogy ő gombát akar szedni, meg kapálni akar otthon. Úgyhogy gyakorlatilag csapdába esett itt Pesten. Úgyhogy olyan év, olyan dolgok történnek, amire ember nem gondolna, hogy égnek áll a haja. Tehát kezd megszokottá válni az abnormális, vagy a teljesen szokatlan. Úgyhogy ez szerintem rendkívüli rugalmasság kell, lelki rugalmasság is, meg tényleg fel kell magát az embernek vértezni szó szerint a lelki és testi immunrendszerét valahogy úgy feltúlingolni, hogy bírja ezt idegileg. Azt hiszem a legtöbb ember ebbe idegileg fárad bele, plusz hát anyagilag. Ritka kertben tarasz, télben kinyílt virágot, vagy szüldelő kedves kellő pálmafalat. De ó, mely nagy szerencse, bár akárki tekintse, nálam nagyon Istennek egy drága kincse. Húszik a profánával. Most például lesz egy koncertünk 26-án, szintén online, tehát felveszik előre egy karácsonyi koncert, egy gyönyörű kastély nagy termében, úgyhogy csúrannak cseppelnek ilyen esetőségek, de, vagy lehetőségek, de nem jellemző. Tehát, hogy így tartjuk a kapcsolatot persze, meg nyáron készítettünk, tulajdonképpen én csináltam egy szólólemezt, 17.-18. századi virágénekeket vettem fel, és abban is közreműködtek a kollégáim a Muzika Profánából, és fölvettünk még 2 másik lemezt, egy dél-amerikai barokk zenét, meg egy európai, mindenféle régiókból fölvettünk ilyen korabarokk zenéket, énekeket. Úgyhogy a nyár ilyen szempontból kellemesen telt, és most hallgatjuk vissza ezeket a felvételeket, és most választjuk ki azokat a legjobb felvételeket, amiket a CD-re rakhatunk. Úgyhogy még ezzel is telik itt ez az ősz, majd már lassan tél. Jó érzés visszahallgatni azt a nyári ízt, ami ezekben a lemezekből belkerült, a mindenki örömére, vagy végre zenélhetünk együtt, meg végre összejöhetünk. Úgyhogy tulajdonképpen most van ennek a gyümölcse, az egyik CD már meg is jelent, most jelenik meg az én dalos könyvem, és akkor még van ez a barokk zenei válogatás. Ez fog majd 2-3 hét múlva megjelenni. Annyira szomorú, mert telefonom az még persze őrzi a naptár funkcióban, ugye ott vannak ezek a pöttyök, hogy mi lett volna. Hát most nem tudom, olyan
ez így lelombozott. Őszi szélben, hideg szélben két virágok, elhárvadnak, elszáradnak minden zűdagok. De ki ezt feltalálja, életének pálmája, télben, nyarban megzűdelik a jó szójája. De ki ezt feltalálja, életének pálmája, télben, nyarban megzűdelik a jó szójája. November 21-én lenne egy koncertem Szardinián, egy nagy fesztiválon részt vettem volna. Az még valahogy úgy szintén reménykedtem, de aztán értesített a fesztivál, hogy átteszik jövőre, és most a helyi művészekkel oldják meg a fesztivált szintén ilyen online megoldásra, de az is nagyon fájt. De hát... Szóval ez van. Azt hiszem, hogy nem csak a mi szakmánk, hanem nagyon sok szakma ellehetetlenült ebben a furcsa időszakban. Hát nem mondom azt, hogy öt gyermekkel ez nagyon ideális helyzet, de még a férjem állja a frontot. Tulajdonképpen ő még valahogy dolgozik, az ő, bár ő is zenész, de a stúdiómunkát még nem álltak le, úgyhogy meg zeneszerző, meg a karmester, és valahogy ő még tudja tartani itt az anyagi hátteret, de azért nem mondom, hogy nagyon egyszerű megélni. Már nyilvánvalóan azért nekem is el kellett családot tartanom, egy ötfős háztartást, és hát, hogy úgy mondjam, itt nincsenek tartalékok, amikből majd így vígan hónapokig, vagy akár egy évig is így elrébecolunk, tehát jó lenne mondjuk keresni embernek avval, amihez ért. Úgyhogy persze biztos lehet menni árut feltölteni éjjel a nem tudom milyen áruházba. Láttam, hogy vannak akik celebek, akik azt mondják, hogy most én megmutatom, hogy milyen ügyes lány vagyok, és elmegyek autót mosni, vagy valami. De hát én azért mégis abban reménykedem, hogy valami egyéb hasznosat tudok csinálni itthon, saját dolgaimat rendezni például, amire nekem soha nem volt idő. Tehát az, hogy minden dobozt, minden zacskót, egy pincényi cuccot átnézzek, rengeteg dokumentumon és felgyűlt ilyen családi holmi, ezeket soha nem volt idő így átválogatni. Tehát, hogy meg lehet azért találni, hogy az ember mit csináljon, és terveket szülni, meg azokat pedig mindig lehet, és aztán olyan jó, mikor hirtelen jön egy helyzet, és azt mondja, hogy tudom, most ezt fogom csinálni. Hát arról még belföldi se nem, hogy külföldi. Családi nyaralás sem volt, semmiféle utazás nem volt. Mondom, most ez a Budakalász is még egy vágyálom, hogy Budakalászra eljusson az ember. Jó, hát irádulni lehet, de fellépések egyelőre úgy néz ki, hogy nem rajtunk múlnak. A szoprán hangú régi dalénekes minden erejével azon van, hogy tehetségét a jelenlegi helyzettől függetlenül is átadja tanítványainak. Azon kívül, hogy különböző zenéléssel kapcsolatos pályázatokra adja le jelentkezését, egy hatalmas felkérést kapott, így az online tér segítségével egészen Argentínáig jut el az ének hangja és zenei tudása. Ami most leköti az időmet, az, hogy nagyon sokat pályáztam, tehát tényleg ugye a március meg a nyár, vagy márciustól kezdve és a nyáron is nagyon sok pályázatot írtak ki, és ezek ugye most érnek be, tehát most kell teljesíteni őket ebben az évben, és nyertem is egy ilyen online programra egy a Nemzeti Kulturális Alaptól egy összeget, hogy felvegyem a barokk éneklés technikai megoldásait, vagy a technikai nehézségeit, vagy gyakorlatait tulajdonképpen, és ezt most itt elkezdtem egyrészt jó dolog így felkészülni rá, mert az, hogy a gyakorlatban meg tudom csinálni, az természetes, mert hogy ezt csinálom, vagy ezt tanítom kurzusokon, de hogy ennek azért
tehát formai háttere is van, meg szeretném egy kicsit színessé tenni, hogy egy előadó művészt, egy színészt felkérek, hogy olvassa fel azokat a verseket, vagy passzusokat, amik ehhez tartoznak. Tehát, hogy egy ilyen interaktív kurzus gyakorlatilag online térben. De ehhez kapcsolódik, hogy megkerestek éppen a minap Buenos Airesből, Argentinából. Van egy nagyon kedves karmester ismerősöm, és nagyon sokat dolgoztam vele, hát márciusig tulajdonképpen, és ott Buenos Airesben a Zeneakadémián tanít, és milyen barokk éneklésmóddal, barokk frazeállással, tehát, hogy ami a barokk zenéhez kapcsolódik, azzal foglalkozik, és akkor azt mondta, hogy hát akkor mostantól átadná bizonyos óráit, mert akkor szeretné gyakorlatban, hogy bemutatnám ezeket a gyakorlatokat, és a régi praktika alapján, amiket én összegyűjtöttem már régebben, hogy milyen gyakorlatokkal lehet edzeni a hangszalagjainkat arra, hogy ilyen gyors futamokat énekeljünk barokk technikával. Úgyhogy most nagyon izgalmas, és várom az első órát, a jövő szerdán lesz, úgyhogy ez is online térben, tehát azt mondta, hogy nekik van egy hatalmas kivetítőjük, és akkor én ott megjelenek, és akkor elkezdem az énekeseket tanítani, vagy felkészíteni, vagy megmutatni, előénekelni ezeket a gyakorlatokat, amiket 1619-ben megírtak. Úgyhogy most nagyon izgalmas, és szerint, hogy ha ez beválik, akkor innentől kezdve enyémek ezek a szerdai délutánok. Tulajdonképpen ez az online tér, ez tulajdonképpen erre is való, és csak nagyon, szóval örülni tudok, hogy ez így létrejöhet. Remélem, hogy tényleg ez értelme lesz, mert nagyon nehéz bármilyen valamilyen formában, tehát internetes formában a hangot jól visszakapni, tehát nagyon remélem, hogy ez működni fog, mert tulajdonképpen én megpróbáltam néhány fórumon a saját magántanítványaimmal órát létesíteni, de nem volt nagyon szerencsés. Tehát, hogy persze ez most azért lesz más, mert leginkább nem csak gyakorlat, hanem azért elmélet is van mögötte, és akkor lehet erről beszélni, és talán, hogyha én egyedül énekelek, tehát itt megteremtettem azt a lehetőséget itthon, tehát, hogy külön mikrofonba fogok énekelni, tehát, hogy nem lesz ez, tehát nem a telefonnak a mikrofonjával fogok énekelni, hanem ez, itt próbálunk haladni a technikával mi is itthon, úgyhogy remélem, hogy ez jól megvalósul, mert azt mondták, hogy ott megvannak a technikai feltételek, akkor gondolom, hogy ez létrejöhet. Egyelőre még az én előadásom lesz, tehát hogy egyelőre még ez a gyakorlat részükről, bár nem tudom, tehát hogyha jó énekesek, jó alapanyagok, akkor hamar el lehet kezdeni a gyakorlati megvalósítást is. Hogy ők már szeptembertől kapták az elméleti hátteret ettől a karmester tanárnőtől, és remélem, hogy a gyakorlat is ilyen hasznos lesz számukra. Csak reménykedünk benne, hogy azért a zenélés az nem fog kimenni sem a divatból, sem az igények, azok megmaradnak továbbra is, és aki eddig szeretett minket, az ezentúl is
szeretés majd várva vár. Elindulék szörnyű tína, várinda, rinda, elindulék szörnyű tína, várinda, rinda, szőröcskével mit csinálsz, várinda, rinda, szőröcskével mit csinálsz, várinda, rinda, szitát kötök belőle, várinda, rinda, szitát kötök belőle, várinda, rinda. A népdal és a régi zene ötvözetét hallhatja a közönség, amikor a két csodálatos hangú énekes együtt dalra fakad. Több éve ismerik egymást, és nem csak a szakmai területen, hanem a magánéletben barátként is számíthatnak egymásra. Azt gondolják, hogy ez valóban elengedhetetlen ahhoz, hogy egymásra hangolódva tudjanak koncertet adni a nagy közönségnek. Habár a márciusi koncertet a jövő hétre halasztották, ami szintén elmarad, mégis az utolsó percekig bíznak abban, hogy online közvetítés segítségével, muzsikával varázsolhatnak boldogságot az otthonokba bekuckó zenekedvelőknek. Venus vina vinum, nomen adjektívum, maskulinum displicet, sordet femininum, ingenere neutro, vinum est divinum, vinum facit rusticum, optimum latinum. Iszom egészségedért, kedves társam szíre, én is pajtást jedért, vájék örömünkre, kolozsvári káposzta, valla az ebédem, töltött kolbászalonna, valla vendégségem. Meum es propositum in papina mori, dulce vinum fundere, sitien tiori, dones negros angelos, venientes cernam, cantates pro ebris, requiem csomában szállást kérni, az mi szép szokásunk, erszényünket bénja, az mi vígasságunk, egyet-kettőt fordulni, az mi szabadságunk, hazamenni és ledőlni, az mi uraságunk. Gyertek, hívek, a kánai szép mennyegzőben, hol Simeon és Zsuzsanna mennyegzőjébe. Úr Jézus is köztük volt, Mária is vendég volt, nagy örömmel mulatoztak, örök emlék volt. S mi is tartjuk emlékét, szent mennyegző örömét, minden lélek nagy örömmel ebből vegyen rét. De a ború hamarosan már el is fogyott, a vőlegény és a jegyes megszomorodott. Mária, hogy ezt látta, Úr Jézusnak mondotta, s hat kövedény tiszta vízzel teli hordatta. Szent áldását ráadta, s a nász népnek átadta, s a vizet a legjobb óra átváltoztatta.